A világ legkisebb embere, a világ legnagyobb embere. Mi lenne, hogyha egymás mellé raknánk ezt a két embert? Elgondolkodtál már ezen? Vagy hogyha érdekel, akkor tarts fel ebben a videóban, hiszen ezt is meg fogjuk nézni. A mai videóban be fogom neked mutatni a világ legkülönlegesebb embereit. Ezek az emberek megpróbálnak boldogok lenni, és a maguk előnyére fordítani az adottságukat. Például ez a babának tűnő legkisebb ember, 28 éves, és nagyon is boldog él. Ha már fel vagy iratkozva és nyomtál egy lájkot, akkor szerintem bele is kezdhetünk. Amúgy meg 3000 lájk és folytatás. A legnagyobb kezek. Ezt talán maximum a Balráfos mesébe láthatátok, de létezik ilyen ember, akinek a keze olyan, mintha fel lenne dagadva, de valójában ez a normális méret. Konkrétan karbirkózásra született. Tehát, hogyha megfogja mondjuk a te öklödet, igazából majdnem megfogja az egész karodat. Hatalmas ereje van, te mire használnál egyekre a kújakat? Ezt a srácot farkas embernek hívják, és nekem van egy tippem, hogy miért. Igazániból mindenhol szőrös, még a teljes arca, feje is. Ráadásul ez a szőrzet erősen fekete is, így még látóbb. Egy pillanatra álljunk meg, ez nagyon fontos tényleg. Nem tudom, hogy hányan tudtátok el, kíváncsi vagyok arra, hogy te tudod, hogy egyébként van egy zenecsatornám is, ahova most jött ki a második zene, ami ráadásul egy közreműködés. Ha kíváncsi vagy, hogy mégis milyen lehet, akkor ide tekel le, és a leírásban ott lesz a link, be fogom tegelni, be fogom jelölni, és írjatok a zenéhez egy kommentet, akár nézzétek meg. Folytassuk. Valószínűleg ennek a lánynak van a világon a legszebb nyelve. Ha kíváncsi voltál mindig is arra, hogy vajon kinek lehet a legszebb nyelve, igen, ennek a lánynak, nézd meg, ahogy éppen egy kólás dobozhoz ig végéig nyújtja ki, húzza ki a nyelvét. Ez egy küldetés volt, hogy megszerezze a Guinness rekordot, és sikerült is. De mit kezdenél egy kora nyelvvel? A világ legmagasabb embere. Szultán közöm. Úgymond egy gigantizmussal született, ami igazából azt jelenti, hogy sokkal magasabbra nőtt, mint az átlag. Mire abba hagyta a növekedés, már 8 láb magas volt, ami igazából 2,43 cm. Bár szüksége van a botra, hogy tudjon járni, mivel ekkora mérettel már ez sem lehetséges szinte. A legkisebb, legnagyobb embernek találkozására ez a kép a tökéletes bemutatása. A világ egyik legnagyobb karja. Rengeteg injekció segítségével történt, ez nem rengeteg spenót tevet, nyugalom. Szerinted mennyire normális egy ekkora karral létezni? Valószínűleg tartósan nem fog megérni ez. Ez az ember rendelkezik a legnyújthatóbb bőrrel. Valószínűleg már hallottál erről az emberről, hiszen tele volt vele az internet pár éve, de én attól függetlenül én még mindig ide sorolnám, hiszen továbbra is világrekordokat tart, bárhol képes nyújtani konkrétan. És ahogy elengedi, visszapatta, mintha mi se történt volna, nem marad megnyúlva. Szerintem ez elég hihetetlen. A leghajlékonyabb ember. Képes ez a férfi igazából szinte bárhogy bármilyen pozícióba hajtogatni a karjait. Talán sokba is már volt. Általában utcai videókat is csinál, például TikTokra, nézzétek meg, ahogy minden létező szögbe hajlítja a karját. Valószínűleg egy normál embernek szerintem egy 5-6-szor tört volna a karja. Ahhoz képest, hogy 35 éves, nem panaszkodhat. Erik Sragu, más néven a gyíkember. Annak szentelte az egész életét a férfi, hogy egy gyíkká váljon. Rengeteg testmódosításon ment keresztül, mind azért, hogy tényleg úgy nézen ki, mint egy gyík. Rengeteg kamu pikkely van rajta, és a testének a 95%-át borítja. Reszeltek a fogai, a nyelvén is kellett alakítani, és nekem igazából egyetlen kérdésem van, hogy ez vajon kinek érhette meg. Ki kell felmondjuk úgy az ágyból, hogy gyík ember szeretnék lenni, és ezt fogom valósítani. Neked van valami furcsa ilyen vágyad, mert esküszöm, kíváncsi vagyok. Ha szeretnél több ilyet, akkor iratkozz fel és nyomj egy lájkot. Kérlek kommentbe, hogy melyik volt szerinted a legkülönlegesebb ember, hallgass meg a zenémet, amit van a leírásban, egyébként itt is itt van, sziasztok!